Biztosan hallottak már a híres Festetics kastélyról. A kastély birtokosa az a Festetics család volt, amely nagy tekintéllyel bírt az osztrák-magyar monarchia arisztokráciájának körében. A család eredete egészen 1566-ig visszavezethető. De hallottak-e már a genetikus leszármazottról, aki még Mendelt is megelőzte forradalmi felfedezéseivel? Titokzatos gróf Festetics Imre 1764-ben a család Sági kastélyában született, Festetics Pál és Bossányi Júlia harmadik fiaként. A tradicionális arisztokrata neveltetést 1782-ben egy szokatlan kanyar követte. Imre apja akaratával szembeszegülve belépett a hadseregbe. Nem sokkal később azonban Bukarest környékén megsebesült, ami katonai karrierje végét jelentette. 1790-ben szerelt le, majd a családja Keszthelyi könyvtárában olvasgatva, erősen érdeklődni kezdett a természet finomlogikája, illetve az irodalom és a költészet iránt. Később Kőszegre költözött, ahol megismerkedett a mezőgazdaság és az állattenyésztés legmodernebb módszereivel. Alapító tagja lett a Brnói Juhostársaságnak, ahol a tenyésztők azon vitatkoztak, hogyan tudnának létrehozni több gyapjút szolgáltató birkafajtákat, hogy kiszolgálhassák a napóleoni háborúban harcoló Habsburg seregek igényeit. A katonák ruházatának alapanyagát jelentő gyapjú mennyisége kulcskérdés volt, amely befolyásolta a háború kimenetelét is. Társaival elkezdték feltárni, hogy a klíma, amit ma környezetnek, illetve a mag, amit ma génállománynak hívunk, hogyan hat a gyapjú minőségére és mennyiségére. Festetics a Robert Bakewell brit tenyésztő által már sikeresen alkalmazott módszerre, a beltenyésztésre fordította figyelmét, amely segítségével Bakewell jobb gyapjút szolgáltató birkákat tenyésztett ki. A szisztematikus beltenyésztés és a 15 évnyi mesterséges szelekció segítségével sikeresen koncentrált értékes vonásokat az általa létrehozott mímus fajtában, amely könnyű, de erős szövetek készítését tehette lehetővé. Festetics Imre lakhelyéről Kőszegről indult el a Brnói Juhostársaság tudományos találkozójára mímus birkáival együtt. A társaság többi tagja viszont természetellenesnek ítélte a mímust, mert az akkori kulturális normák szerint a beltenyésztés egyenesen vérfertőzésnek minősült. Azon tanakodtak, hogy ezek az elfajzott egyedek vajon hajlamosak-e klimatikus degenerációra, illetve hogy szörnyszülötteknek vagy természetes élőlényeknek kell-e őket tekinteni. Festetics Imre a juhok beltenyésztésének vizsgálatai alapján öröklési törvényszerűségeket fogalmazott meg, amelyeket 1819-ben a természet genetikai törvényei, illetve a szerves funkciók alaptörvényei címmel publikált 4 évtizeddel Mendel híres munkája előtt. Festetics Imre hosszú életét tudományos munkáinak szentelte, amiket csak az 1980-as években fedeztek fel újra. Ma már világos, hogy a genetika atya Mendel munkái során felhasználta Festetics kutatásait, ami így hozzájárult a génelmélet megalkotásához. Ennek jelentőségét elsősorban az orvostudományban, a mezőgazdaságban és egyéb tudományos területeken is tapasztalhatjuk, aminek ma is rohamos fejlődése alapjaiban határozza meg mindennapjainkat.